A napokban elindultak a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szokásos, tervszerű, tavaszi lemosó permetezései. A városban ezért sok helyen látni esténként és éjjel permetet fújó autókat. Az utcát járó kis teherautóknak tehát a közösségi médiában megjelent találgatásokkal ellentétben semmi köze nincs a koronavírushoz vagy a szúnyogírtáshoz. Kecskeméten a fásszárú növények, elsősorban a vadgesztenye, a platán, valamint egyéb díszfák és cserjék védelmében végzik ezeket a munkálatokat. A permetezés célja a kéregrepedésekben, rügyeken átterelt károsítók, például a takácsatkák, levél és pajstetvek, valamint a gombabetegségek elleni védelem. Csütörtök este a Serfőző utcában kezelték a fákat a Növényvédő és Kártevőírtó Kft. Szakemberei. A növényvédelmi munkákat már 35 éve végzik a városban, az idei permetezéssel a tervek szerint április 6-án végeznek. Az alkalmazott növényvédőszerek környezetbarát, biokultúrákban is engedélyezett termékek, a hatóanyaguk parafinolaj, illetve réz, így enyhe csapadékos időben is járhatják az utakat a permetező autók. Az olaj megfullasztja a kártevőket, a réz pedig a gombabetegségek szaporító képleteit pusztítja el. Előfordulhat, hogy a szer parkoló autókra hullik, azonban semmilyen kárt nem okoz, és az könnyen eltávolítható, lemosható.